hello mindenkinek, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit az élő adásban, nagyon szépen köszi a lájkokat, hello. Én azt gondolom, hogy az MTA és a GTA között az egyik legnagyobb különbség az az, hogy még mindig azt lehet mondani, hogy talán az MTA-ban az RP rész az erősebb. Nem feltétlenül azért, mert ugye írásos dolgok vannak, hanem azért, mert sokkal régebbi a játék, sokkal több minden adott már a játékhoz, hogy egy normális RP-szervert fejlesztenek az emberek. Ezt az autót fogjuk egyébként megcsinálni, ez egy BMW M3-as cucc. Őt fogjuk feltuningolni, felmatricázni mindent is, és... De eddig még azért egy párszor, ha nem probléma, akkor szét fogom törni. Van nekünk egy F11-ünk, egyébként az F11-jel tudjátok a térképet megnézni. Hát a térkép egyébként nem olyan kicsi, most mindjárt itt legörgetem, hogy nagyjából ekkora a térkép. Van lottózó, úgyhogy lottót biztos, hogy fogunk venni és kaparunk. Kaszinó kell nekem, gyerekek, pénzt akarok csinálni. Striptease bar, na ezt már szeretem. Van bútorbolt, oké, az egyértelmű. Van aréna, az nem tudom mi ez az aréna, de megnézzük. Van fegyházunk, tűzoltóságunk, nyilván van repülőnk. Piac. Az nem tudom még, hogy mide meg fogjuk nézni. Tuning műhelyet azt tudjuk. Oda majd el fogunk menni, mert ugye föltuningoljuk az autót. És ott lehet, hogy abban fogjuk kezdeni egyébként, hogy szépen megcsináljuk, és akkor utána meg menet közben majd a streamnek a közepe vége fele pedig kisorsolom majd köztetek ezt az autót, jó? Na mi van itt? Toll. Toll az kell majd, mert át kell írni a cuccot. Csont. De várják, van csont, akkor van állat. Dobókocka. Csepi száraz kutya eledel, pedigré. Gyerekek, nekem kell egy kutya. Ne! Ez egy bogár? Menj már a picsába, gyerekek! Hát a bogár állt a Volkswagen! Hát várjad, de ha már itt vagyunk, akkor lottozóval bemegyünk lottót csinálni. Ez hol a lottozó? Azt már megnézzük. Na nézzük, mennyit vegyünk? $3. Szerencsekoktél, blackjack. Na veszünk akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 blackjacket, meg veszünk 1, 2, 3, 4, 5 ilyen nem tudom mit. Oké. Aztán kinyitogatjuk, jó, ezeket a ládákat, megnézzük, hogy mi van benne. Nézzük a sorsjegyeket, akkor itt mit kell csinálni? Eldobás, beváltás. Na, de jó, hát ez tényleg olyan, mint az igazi, beszarsz. Oké, na $10 lehet nyerni. Jó, hát 17-nél nem hiszem, hogy lesz nagyobb. 15. 1. 15. Eldobtál. Jó, na nézzük a következőt. $2 2. Nyertünk! Nyertem 2 dodót! Visszajött az ára! Itt mit lehet csinálni? $2? $3? $2? Ja, hogy ezeket kell itt lenyomni, de várjál, $3, $3, $2, $5. Menj már a picsába, ez kurva jó! Hoppot, majdnem nyertünk valamit. Ezeket a ládákat, amiket most nyitogatok ki, ezeket tudjátok még mai nap folyamán találni event kereteink közül a városban, illetve itt-ottam ott, teljesen ingyenesen. És van a másik, amit majd utoljára fogok kinyitni, na ez már egy kék, sotilőszer. Amit utoljára fogok kinyitni, az ez pedig egy fegyverláda, ez pedig skinek vannak benne, ilyen különböző fegyver skinnel együtt, amik már ritkák. Azt a ládát az PP-ért tudjátok vásárolni, de ha szeretnétek, akkor valakinek azt a fegyvert, azt odaadom, vagy valamit csinálunk belőle. Slot kártya, plusz egy jármű slot. Gyerekek, mi van velem? Ezek jó nyitások, vagy nem? Inkább ne ilyen helyen nyitogassam? Ja, de miért? Hát sima ládák ezek, nem? Ez egy elég értékes láda. Mindjárt megnézzük egyet, hogy miket lehet. Remélem valami jót kapunk. Pirosat, léci egy pirosat! Mondjuk azért nem lenném a pirosat kapnék, mert akkor azt mondjátok, hogy meg van mókolva. De mondjuk az egy elég olcsó cucc. M4 vajon. De várj, ez fölkerül a hátamra? Az nem jó. Anyád, menj már. Ja, hogy magadnak tuningolsz! Ja, értem! Akkor te tuningolod magadnak. Extrákat kéne megnézni előbb. Nitro, neon, rendszám. Na, rendszámot csináltatok nekem, vagy csinálok nektek egyet, hogy emlékezzetek rá, hogy ez tőlem van. Ja, legyen, jussul live.
Jó, és akkor ebből tudni fogjátok, majd mindenki tudja, hogy ez az autó, ez tőlem került ide ki. Oké. Jó, ezt megcsináljuk. Oké. Ajtónyitás, variáns, riasztó, duda, ABS, extra, ez mi? 75 ezer. Az nem tudom mi az, de én belerakom nektek, gyerekek. Rakunk bele nektek egy Trafipax radart, jó? Oké. Riasztó, sötétített üvegek, az variáns. Jó, variáns, ajtónyitás. Hoppá. Felfelé, az jó lesz a felfelé, nem? 500-ért. Jó, rakunk rá egy neont. Anyád. Milyen színű legyen? Milyen spoiler legyen? Valami jó nagy ruhaszárító legyen, mert az a GTA-ban is izé volt, jó? Egy nagy ruhaszárítót kaptok tőlem. Oké. Okay. Matricákat nézzük csak meg. Anyád. Red Bull. Na? Egy jó kis fehér Marlboros. Van egy jó kocsink. Oké. Okay. Elnézést, bocsássanak meg az urak. Mennyivel mentünk? Nem merek gyorsabban menni amúgy, mert nem tudom kezelni az autó. Ami kurva jó, meg nagyon jól tapad meg minden is, csak teljesen más a fizika, és még így hozzá kell szokni. Tropa az eleje tudna segíteni benne. Jaj, ne arra gudjuk, Epszukkal írtam, bocs. Egyik 5000 ér, másik 8. Át akarnak verni? Mi? Át akarnak baszni. Ja! Most nézd, ami más. Jó, oké. VIP soron jött. Ja, hogy én a VIP soron jöttem. Ja. Elnézést. Ja, hogy van VIP sor is, ahol gyorsabban odaérsz a izébe. Hát, az gond. Kész. Na, hümmög! Meg fogom fűzni. Figyeld, befűzöm. Így néz a... Egyen... tetőtől talpig, és megakadt a szeme a fenekén. Jó. Itt mindig lehet eladó autókat találni, meg mit tudom én, ilyen privát, ilyen kis geng. Olyan, mint a GT5-ben a főpublik körülbelül. Tehát így... Hoppá. Olyan szitu van itt. Sok autó összegyűlnek, azt mindig van valami akció. Ugye, aki esetleg nézi az élőadást, az ide jöhetne, az körbeállhatnánk ezt a kocsit így a streamnek a végére, amíg megy a sorsolás. Remélem minden ember rendben van, és készen áll. Mert hatalmas, gigászi pillanatok lesznek most, uraim. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha tetszett, akkor nagyon-nagyon örülök neki, hiszen hetente két darab ilyen élőadás lesz majd, az egyik kedden, a másik pedig csütörtökön, ez mindig délután 5 órakor fog majd valószínűleg kezdődni, 4 órakor vagy 5-kor, de sanszos, hogy inkább 5 órakor. Én nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, tekintve, hogy igazából nem is tudom, mikor volt utoljára MTA, tehát nagyon-nagyon régen, szerintem egy 4 éve. Csók a családnak, sziasztok, jöjjön a búcsúzene. Holnap pedig találkozunk.